Az új Széchenyi terv keretében uniós támogatással valósult meg Aszód és térsége szennyvíz csatornázása és szennyvíz tisztítása. 14 településen több ezer családot kötöttek be a közüzemű csatornázási rendszerbe, így javul az ivóvíz minősége, csökken a talajszennyezés, hatékonyabbá válik az energiafelhasználás. A beruházás összköltsége több mint 3 milliárd forint. A projekt záró rendezvényét november 11-én tartották Galgamácsán. San László, az egyik kivitelező cég, az Ahíd Építő ZRT vezérigazgatója utalt arra, hogy hosszas közbeszerzési előkészítés előzte meg a szerződéskötést, ami 2011 nyarán történt. A cég 7 településen oldotta meg a szennyvíz és csatornázási rendszer kiépítését. Ezek Galgamácsa, Váckisújfalu, Vácegres, Kisnémedi, Püspökszilágy, Aszód és Domonyvölgy. A szerződéses árunk az 2 milliárd 189 millió forint volt. Itt több módosítás, kiegészítő közbeszerzés után mindösszesen 2 milliárd 295 millió forint volt a kivitelezés összege. A munkákat 2011. szeptember 20-án kezdtük el a településeken, és döntően cégcsoporton belüli, illetve hát más vállalkozókkal végeztük el ezeket a csatornázási munkákat. Szeretném megköszönni a cégcsoport tagjaink közül a Szeged Betonnak és a Hittechnikának, G-Hírnak a közreműködését, illetve nem a csoporthoz tartozó alvállalkozóinknak, a Hajdú és Társának, a Poligón Kft.-nek, az MGT-nek, Kft.-nek, valamint a Motto Kft.-nek a projekt kivitelezésében való részvételét. Néhány számot, bár ezt szerintem a polgármester urak is el fogják mondani, de hogy meg tudjuk jegyezni, mert elég jelentős mennyiségű gravitációs és nyomóvezeték, illetve átemelő készült el. A hét településen 39 km gravitációs vezeték épült meg. Összesen 2158 házi bekötés valósult meg, és a települések között 28 km nyomóvezeték épült meg. 17 átemelőből 13 újépítésű, 4 pedig felújítással vált korszerűvé. Viszonylag rövid idő alatt 2012. augusztus végére a vezetéképítési munkák elkészültek. Ezután október 9-én kezdtük meg a próbaüzemi tevékenységet, és 2012. december 9-én pedig megkezdődött az átadás átvételi eljárás, ami ez év januárjára, január 9-ére be is fejeződött. Azért húzódott kiegészítő közbeszerzés útfelújítási munkák miatt húzódott a projekt zárása. Ez gyakorlatilag a magának az alap infrastruktúrának a működését nem érintette. Ezek a félpályás út felújítások gyakorlatilag mostanra fejeződtek be. Nagyon szépen megköszönném elsősorban a lakosságnak a ebben az időszakban tanúsított türelmes magatartását, a polgármester urak közreműködését és tényleg rendkívül pozitív hozzáállását a projekt kivitelezéséhez. Az elmúlt időszak ugye elég csapadékos volt, a 2011-es év, mint emlékszünk, elég szélsőséges időjárás jellemző erre az évre is, és ezért tényleg egy nagy összhangra volt szükség a lakosság, a polgármesterek és a kivitelezők között. A szennyvíz csatorna egy éve üzemszerűen működik, teljes kapacitással. Tudjuk, hogy vannak és lesznek garanciális ügyek, amit meg kell oldani, ez ebből a műfajból adódik. Én biztosíthatok mindenkit, hogy ennek a cégünk helyt fog állni minden körülmények között. A másik kivitelező cég, a Veolia ZRT vezérigazgatója azt hangsúlyozta, hogy 10 hónap alatt végeztek a munkálatokkal. Mi is elmondhatjuk azt, hogy hosszas közbeszerzési procedúra után jutottunk el a szerződés kötéséig, hiszen harmadik alkalommal íródott ki a közbeszerzés, amit végül sikeresen elnyertünk, ami azt jelenti, hogy pár hónap csúszással a csatorna szerződés aláírás után kezdtük meg a munkát.
A munka a mi esetünkben tervezési fázissal kezdődött, egy hosszabb tervezési engedélyeztetési fázis, ami után hozzáhetőlegesen 10 hónap alatt valósítottuk meg az új szennyvíztisztító telepet, ami valójában egy meglévő telepnek a rekonstrukciója részben, illetve új elemekkel való kiegészítése. Pár mondatban, nem részleteiben belemenően, új levegőztető műtárgy rész épült, új utulepítő, egy teljesen új iszapkezelő rész víztenyítéssel, komposztálással és minden hozzátartozó járulékos létesítménnyel. Maga a létesítmény az fél év próbaüzemet próbáját kibírta, és azt gondoljuk, hogy megfelelő minőségben és a hatóság által is elfogadottan ezt le tudtuk zárni. Most előttünk van még egy hosszú 5 éves garanciás időszak, ami szintén arra szolgáltatott, hogy ennek a műnek a hosszú távú működését tudjuk bizonyítani. Azt gondolom, hogy a projekt során, mint minden egyes projektnél, voltak konfliktus helyzetek, voltak vitás helyzetek, de azt gondolom, hogy talán mindenki nevében mondhatom, hogy ezek rendben lezárultak, és azt gondoljuk, hogy mindenki pozitívan tud erre a beruházásra visszatekinteni. Egyúttal szeretnék ez a beruházásnak mindenkinek gratulálni, aki részt vett ebben, vagy aki ennek a beruházásnak az élvezője lesz, és reményeim szerint hosszú távon és gazdaságosan üzemeltethető szennyvíztisztító telepet tudtunk önöknek átadni. A Galga-menti víziközmű beruházás lebonyolító és működtető társulás elnöke Vilcsák Mihály, aki Galga-Mácsa polgármestere beszédében hangoztatta, 14 település összefogásával, az Európai Unió és a Magyar Kohéziós Alap társfinanszírozásával és a lakosok befizetéséből vált valóra a projekt. A közcsatornával elvezetett szennyvizek teljes biológiai tisztítása, valamint az aszódi szennyvíztisztító telep korszerűsítése, bővítése és a térségi komposztáló telep megépítése vált valóra. Az aszódott Domonyt, Galga-Mácsát, Vácegrest, Váckisújfalut, Kisnévedit és Püspök Szilágyot érintő beruházás hozzájárul a szennyvíztisztító tevékenységek környezetterhelő hatásainak minimalizálásához, a környezet szennyezés megelőzéséhez, ezáltal biztosítja a környezet védelmét. A szennyvíziszap EU-s szintű kezeléséhez, a komposztáló építésében csatlakoztak ehhez a 7 településhez, Galga-Györk, Püspök-60, Acsa és Csővár települések önkormányzatai. A projektnek köszönhetően csökken a talajszennyezés, a folyékony hulladékot legálisan és környezetvédő módon helyezzük el. Ezzel a megoldással a felszín alatti vizek védettségét is, kérdését is megoldottuk. Az összefogással összesen 84,5 km hosszú csatornahálózat épült meg, aminek köszönhetően mintegy 2000 háztartáshoz közel 27 ezer ember számára vált korszerűbbé, egyszerűbbé a szennyvízelvezetés. A munkálatok 2011. augusztusában indultak igazán, és idén október közepén fejeződtek be, majdnem teljesen. A projekt közel 3 milliárd forintból valósult meg, melyhez összesen több mint 2,4 milliárd támogatást nyújtott az Európai Unió. Többi részt az önerő és az önerő alap támogatása tette ki. Elkészült a csatornázás végrehajtó települések közmű vagyon értékelése is. Várhatóan ennek következményeként a 84%-os EU-s támogatás talán 10%-ot is emelkedhet. Az elnyerhető összegeket szintén közösségi beruházásokra tudjuk fordítani, amivel a települések fejlettségét tudjuk emelni. Elkészült végre az évtizedek óta nagyon várt közmű csatornahálózat. Sztán István, a Galga-menti víziközmű társulás alelnöke, Aszód polgármestere úgy vélte, a beruházással hatalmas lépést tettek a természeti értékek védelméért. Igazán büszkék lehetünk, hogy ez a projekt megvalósult, és a lakosság szolgálatában állhat. A szennyvíz többé nem károsítja a talajt és az ivóvizet, hatalmas lépést tettünk természeti értékeink védelméért. Köszönöm polgármester kollégáimnak türelmüket, akaratukat és az együttműködésüket. Köszönöm a főkivitelezőknek, úgy mint az Áhídnak,
a csatorna és a vele járó közművek kivitelezőjének, a Veolia ZRT-nek, az Aszódi Szennyvízterület és komposztálóüzem kivitelezőjének az elvégzett kiváló munkát, amelyhez, ahogy polgármester kollégám is mondta, csatlakozott Bak Hévíz György, Iklad Püspök 60, Acsa Csővár és Gargadő települések. Köszönöm a lakosság türelmét, megértését a közös ügyünk megvalósításáért. A fejlesztés eredményeként a települések szennyvíztisztítását, a keletkező szennyvíztisztap kezelését és komposztálását a legkorszerűbb technológiák biztosítják. Így az élővíz csatornába érkező megtisztított szennyvíz a legszigorúbb hazai és nemzetközi előírásoknak is megfelel. Hiszem és tudom, hogy a jó együttműködés eredménye, hogy ma ünnepélyesen átvesszük a létesítményeket, és egyben át is hagyjuk üzemeltetésre a Daköv Bagi igazgatóságának. Az elmúlt évek során, ahogy már elhangzott, pályázatírás, rengeteg számolás, tervek előkészítése, közbeszerzés több fordulón át, majd a kivitelezés során elkészült. Nagyon sok minden. Szinte önök, kedves lakók, nem is igazából csak azt tették észre, hogy az utcájukban mi történik. De ez egy rettenetes nagy munka volt és egy összefogás. A beruházás 3 milliárd 24 millió 906.353 forint összeget nyert. Galgamácsán 17.876 méter, Váckishújfalun 5.448 méter, Vácegresen 7.930 méter, Kisnémedibe 7.900 méter, Püspökszilágyon 7.636 méter, Dobony-Dobonyvölgyben 8.573 méter, és Aszódon a rehabilitációs területen együtt 6.550 méter csatorna vezeték került kiépítésre, amely összesen 61.913 méter. A településeket összekötő főnyomó vezetéken összesen 22.614,8 méter vezeték került kiépítésre. A házi bekötések száma 1955 darab támogatott, és 226 darab nem támogatott. Mindösszeg 2.181 darab került bekötésre. Van olyan település, illetve település rész, ahol egyáltalán nem volt csatorna, most pedig a projekt révén 100%-os a csatornázottság szintje. Domonyvölgyön egyáltalán nem volt csatorna. Ugye Domonyban 98-ban befejeződött a csatorna beruházás, de Domonyvölgy 5 km van a településtől, ezért saját rövőből nem tudtuk volna megcsinálni. Ez hány lakást érint ez a mostani beruházás? Jelenleg 173 lakást érintett ez a csatorna bekötés. Mekkora költség volt összességében? Kellett-e mondjuk önerődbe fizetniük? Igen, 220 millió forint volt a beruházás költsége, és 40 millió forint volt az önerő részünkről és a lakosság részéről. Az üzemeltetés a Daköv Kft. Feladata, amely több mint 60 Pest megyei településen szolgáltat már. Hát a Daköv, mint üzemeltető, minden új létesítménynek örül, mert ezzel bővül a tevékenység, nől az árbevétel, és bízunk benne, hogy nyereségesen tudjuk üzemeltetni ezt a rendszert. A Daköv Kft. A térség ivóvízszolgáltatója is, a Galga mentén egy 11 települést ellátó regionális vízművet üzemeltetünk, és nem mindegy, hogy a vízbázisainkra a Galgából milyen felszíni víz érkezik. És most elmondhatjuk, hogy a vízgyűjtő területünk valamennyi települése csatornázott, tehát ahogy itt az ünnepségen is elhangzott, most már a szennyvíz nem fogja a talajt szennyezni, tehát nem kell attól félnünk, hogy az ivóvíztermelő kutyaink felülről ugyan hosszú idő alatt lehetne, hogy elszennyeződjenek, de elszennyeződjenek. Tehát elsősorban ennek örülünk, hogy a vízbázis védelme megoldódott ezzel. Nyereséges működtetést említett az előbb, viszont a kormánynak egy határozott markáns célja a rezsicsökkentés, és ennek irányában több lépést is tett.
Hát ezt a nyereséges működtetést azért úgy értsük, hogy mi pozitív nullára szeretnénk gazdálkodni legalább, és a nyereség az természetesen nálunk soha nem a tagok osztalékát gyarapítja, hanem mi már, mint önkormányzati tulajdonú víziközműüzemeltető visszaforgatjuk ezt a nyereséget a művekre, a művek fenntartására, rekonstrukciójára. Tehát ezt úgy értem, hogy legalább a bevételek fedezzék a kiadásokat, és legyen lehetőség a rekonstrukcióra is. Tehát szó nincs arról, hogy mi nyereséget szeretnénk nyereséget termeltetni ezzel a rendszerrel, de mint mondom, azt viszont szeretnénk elérni, hogy ne fizessünk rá.